Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. július 21-i kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Kedves hallgatók! A nyári szünetben előfordulhat, hogy egy-egy nap kevesebb eseményhez írunk jegyzetet. A Newsfilter eredeti terjedelmében szeptembertől jelentkezik újra. Tartsanak velünk nyáron is! Mai témáink. Fico már nyíltan beszél a választások manipulálásáról. Ezt a parlamentet már az égvilágon senki nem veszi komolyan. Ahogy arra mindenki számított, a mai rendkívüli parlamenti üléseket a Smer arra használta föl, hogy a saját narratíváját erősítse, és Robert Fico nem is okozott csalódást. A Smer elnöke láthatóan elemében van, majd kicsattan az energiától. Nekiugrik bárkinek és bárminek, aki szembe mer menni vele. Ami azt illeti, megvan rá az oka, hiszen a felméréseket magabiztosan vezeti, és újabban úgy tűnik, a kormányalakításnál az SNS is a segítségére lehet majd. És ami a legfontosabb, a parlamenti pártok között nincs senki, aki energiában, lendületben fel tudná venni a versenyt Ficóval, aki gyakorlatilag azt csinál, amit akar. A Smer elnöke nem játszik kicsiben, no már nyíltan arról beszél, hogy szerinte Daniel Lipschitz különleges ügyész, Igor Matovics és Zuzana Csaputová arra készülnek, hogy befolyásolják az előrehozott választásokat szeptember 30-án. Aki egy kicsit is gondolkodik, az már itt felkapja a fejét, hiszen Matovics nem épp arról híres, hogy jó viszonyban lenne Csaputovával. Lipschitzről pedig mostanában nem sokat hallunk. Ő hogy is jön a képbe? Hát úgy, hogy Fico univerzumában ők az ős ellenségek, a hívó nevek, akik mozgósítják a szimpatizánsokat. Fico azzal folytatta, hogy ezen állítólagos összeesküvés jele például, hogy a rendőrség eljárást indított Martin Borgulja a Smerodzsina képviselője ellen, és nem az, hogy Borgulja esetleg törvényt sértett. Természetesen az SNS-t is azért támadják, mert fenyeget annak a veszélye, hogy a párt bejutna a parlamentbe, és a Smerrel lépne koalícióra. Fico narratívája szerint azért menesztették Iván Simko minisztert is, mert az elkezdte látni a mocskot. Fico szerint tehát Szlovákiában rendőrállam van. Csaputová és Lipschitz pedig a választás manipulálására készül. Ezek elég kemény vádak. Fico azonban nem szolgál bizonyítékokkal, csak jó konteós szokás szerint egymással össze nem függő dolgok között vél kapcsolatot felfedezni, egy előre adott narratíva szerint. Arról pedig nagylelkűen megfeledkezik, hogy minden, amivel az államfőt vádolja, a rendőrség kézi irányítása, a mi embereink védelme, a bíróságok befolyásolása már megtörtént, mégpedig az ő kormányai alatt. Ezen a ponton jutunk el az igazi árhoz, amit az Ódor kormánynak és Zuzana Csaputovának meg kell fizetnie Iván Simko menesztése miatt. Az eltúlzott politikai korrektség jegyében választották belügyminiszternek a veterán politikust, aki nem volt képes túllépni a saját berögződésein, és nem értette meg, hogy milyen céllal nevezték ki. Elhitte magáról, hogy ismét nagy hal lehet, túllépett a hatáskörén, és mennie kellett. A Simko menesztése körül kialakult botrány nevetséges, Robert Kalinyák bármilyen húzósabb ügyéhez képest. Ahhoz viszont mégis elegendő, hogy elhintse a kétség gyanúját az Ódor kabinettel szemben. Robert Ficónak pedig csak erre volt szüksége. Pénteken két rendkívüli parlamenti ülést próbáltak megnyitni a képviselők. Az egyiket sem sikerült. Az első az önkormányzatoknak nyújtott segítségről szólt volna, melyek küszködnek a magas energiaárakkal. A második rendkívüli ülés Hamran István országos rendőrfőkapitánnyal foglalkozott volna. Ezek voltak a témák, elméletileg. A valóságban a pártok megmutatták, hogy ezt a parlamentet már rég nem veszik komolyan, ők sem, és parádéztak egy kicsit a kamerák előtt. Az ország olcsóbban megúszta volna, ha tartanak néhány sajtótájékoztatót. Egyik ülést sem sikerült megnyitni, mivel a tárgyalóteremben nem volt elég képviselő.
Még lesz egy próbálkozás szombat délelőtt, de tegyük a szívünkre a kezünket. Ha pénteken nem volt elég dolgozni akaró képviselő, akkor valószínűleg szombaton sem lesz. Ami a lényegi kérdéseket illeti, egyik ülés összehívásának sem volt értelme. Az önkormányzatok problémája valós. Eduard Heger előző kormánya ígért nekik 108 millió eurót, amire tényleg szükségük van a magas energiaárak miatt. Csak hogy Ódor Lajos kormányfő már jelezte, hogy a problémára augusztus 15-ig fog reagálni, amikor is valamilyen megoldási javaslattal is előáll majd. Mert hogy pénz nem nagyon van az államkasszában. Ez pedig pont a parlament hibája, mely a tavasz folyamán ész nélküli költekezésbe kezdett. Csak hogy erről a pártok vezetői valahogy hallgatnak mostanában, és Ódorra mutogatnak, mintha ő lenne a hibás. A második rendkívüli ülés Hamran István rendőrfőnökről szólt volna. A Smer el akart fogadtatni egy határozatot, mely kötelezné Ódor Lajos kormányfőt, hogy menessze Hamrant. Hogy Ódor miért tenne ilyet, mikor a rendőrség munkájának látható eredményei vannak, és így a testületbe vetett bizalom is egyre nő, az rejtély. Ha csak nem akarna szívességet tenni Ficónak és társainak. A helyzet olyan nyilvánvaló, hogy még Eduard Heger a demokrati vezetője is előállt a megfejtéssel. A rendkívüli ülések csak növelik a káoszt, és a Smer kampányát szolgálják. Ami különösen ironikus, hogy ez a mondat gyakorlatilag a Heger kormány idei tevékenységéről is elmondható. Nagy kár, hogy ennek a tudásnak nem volt birtokában akkor, mikor ő és a zseniális koalíciós partnerei a józanész összes szabályával szembe menve leerőltették az ország torkán a szeptember 30-ai dátumot az előrehozott választásokra, ahelyett, hogy valamikor júniusban lezavarták volna az egészet. Gondoljanak bele, mennyivel nyugodtabb nyarunk lehetne. Hírek egy mondatban. Az orosz nyomozóhatóság őrizetbe vette a közismert nacionalista és háborús bűnös Igor Girkint. Munkaebéden tárgyalt Orbán Viktor és Semjén Zsolt Tusnád fürdőn a határon túli magyar politikai szervezetek vezetőivel, köztük Forró Krisztiánnal is. Milan Trizna, a Comenius Egyetem volt dékánja, 3 év feltételes börtönbüntetést kapott, 4 éves próbaidővel, korrupcióért. Az idei nyári szezonban fix nyitvatartási idővel rendelkeznek majd a Gömör-Kishonti régióban található, ritka freskókkal díszített középkori templomok. A szennyezett Sajó helyzetének megoldása a környezetvédelmi, gazdasági és pénzügyminisztérium közötti megállapodástól függ majd. 22 év alatt 42%-kal nőtt a barna medvék szlovákiai élőhelye, közölte a Nemzeti Erdészeti Központ, amely összefoglalta a szlovákiai barna medvék helyzetével kapcsolatos adatokat és dokumentumokat. A Donald Trump elleni titkos dokumentumok illegális birtoklásáért indított per 2024 májusában kezdődik, kevesebb, mint fél évvel az elnökválasztás előtt. Magyarország blokkolja az EU azon igyekezetét, hogy az létrehozzon egy 20 milliárd eurós alapot az ukrán hadsereg támogatására az elkövetkező 4 év folyamán. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.